Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit szeptember 29-én, kedden 19 óra 45 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Major Istvánnal, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar igazgatójával, majd egy könyvbemutatóra látogatunk el, végül pedig egy interjút láthatnak Szikora Jánossal, a Vörösmarty Színház igazgatójával a Csonka évad okán kialakult helyzetről. Tartsanak velünk! Nos, kedves nézőink, ahogy ígértem, ma esti vendégem Major István, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar igazgatója, tisztelettel köszöntelek. Jó estét kívánok! Nem volt olyan nagyon-nagyon régen, 2020. január 1-jét írtunk, amikor ünnepeltük azt, hogy kiemelt minősítésű zenei szervezetté vált az önkormányzat által alapított és fenntartott Alba Régia Szimfonikus Zenekar. Ezt a professzionális működést ugye tudjuk, hogy állami támogatás is segítette ebben az esztendőben, és hát én azt mondom, hogy ez a több mint száz éves múltra visszatekintő szervezet nagyon nagy lépcsőt lépett 2015 óta, mióta önállóak vagytok. És azt hiszem, hogy számtalan olyan előadás színesítette a palettát, ami a teljes magyar klasszikus zenei életben feltűnést keltett. Most azonban olyan híreket vettünk kéntenek tudomásul, hogy bizonyos értelemben, már ez rossz szó, erre vezetői válság van, hiszen a szerződésed, illetve a szerződésed az esztendő végén lejár, és amelyet nem kívánsz megújítani. Hát erről kell, hogy beszéljünk, hiszen ez a zenekar része, kiemelt része Székesfehérvár kulturális életének. Hát kezdjük az elején. Ugye az természetes, hogy egy vezetői mandátum egy bizonyos idő után lejárt, ugye 2015-ben kezdted. Nagyon szépen köszönöm a felvezetőt, és köszönöm azt, hogy a elért eredmények és a teljesítmény tükrében kezdtük ezt a beszélgetést, hiszen ez a közösség és az önkormányzat támogatás, ez a közös munka, ez valóban egy nagy eredményt ért el azzal, hogy január 1-től kiemelt minősítésű előadó művészeti szervezet lett az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. Itt annyit látni, érteni kell, nyilvánvalóan az a támogatás, ami igen nagy mértékű, és amit kaptunk az önkormányzattal, az alapfeltétele volt ennek, de hát effektíve azért a munkát mégiscsak a zenekarnak kellett ellátnia. Ebben sokunknak van nagyon nagy szerepe és munkája. Sajnálatos, hogy pont akkor, amikor elértük ezt az eredményt, akkor jött ez a világjárvány, és rögtön gátat szabott annak, hogy ezt az utat folytatni tudjuk. Mármint átmenetileg gátat szabott, bízunk benne, hogy hamarosan ebből kijövünk, és tudja a zenekar folytatni. Ez egy intézmény, egy költségvetési szerv, melynek a fenntartója és alapítója a Székesfehérvár megyei Jugúváros önkormányzata, és a minősítésnek egy nagyon szigorú törvényi feltétele a vezetőnek a megválasztásának a módja. Ennek a folyamatnak az első törvényesen első fázisa az egy szakmai bizottságnak a véleményezése, tehát a beadott pályázatok, pályázóknak a meghallgatása, pályázatok véleményezése, majd ezt követően a Humán Bizottság elé kerül ez a szakmai vélemény, amely további javaslatot, véleményt fogalmazhat meg, és így kerül be a közgyűlés elé egyfajta értékelés, amely alapján a közgyűlés megválaszza a leendő vezetőt. Ugye ez további lépés jelent meg a tavalyi évben, amikor is az állami fenntartású, részben vagy egészben állami fenntartású kulturális intézmények esetén még a Emberi Erőforrások Miniszterének jóváhagyása is szükséges a vezető kinevezéséhez. Tehát ezek a lépcsőfokok. Az én igazgatói ciklusom idén december 31-el jár le. Ennek megfelelően júliusban az önkormányzat meg is hirdette az új vezetői pályázatot.
Ezen a pályázaton én elindultam, beadtam a pályázati anyagot, amely egy érvényes pályázati anyag volt. Fontos elmondanom azt, hogy a szakmai bizottság, amely szeptember 15-én értékelte ezt a pályázatot, lévén nem volt más pályázó, tehát egyedüli pályázóként indultam ezen a körön. 9 főből áll alapesetben. Ezt is az előadó művészeti törvény határozza meg ennek a 9 főnek a személyét. 2 főt delegál a fenntartó, tehát jelen esetben az önkormányzat ebbe a bizottságba. 1 főt a miniszter delegál, 4 főt a miniszter szakmai tanácsadó testülete, a zeneművészeti bizottság, 1 főt az intézmény szakszervezete, tehát nyilván a szakszervezeti vezető, illetve 1 főt a közalkalmazotti tanács, a közalkalmazotti tanács vezető, annak hiányában hát a zenekar választ egy delegáltat. Szeptember 15-én a bizottság ülésen sajnálatos módon 6 fő jelent meg a 9-ből. Részben a járvány miatt, részben egyéb elfoglaltság miatt 3-an nem jöttek el. Az ott lévők szavazatai alapján a végén az az eredmény született, hogy 1 fő támogatja a pályázatomat, 2 nem, 3 pedig tartózkodott. Azt el kell, hogy mondjam, sajnos úgy gondolom, hogy a szakmai bizottság összetételét illetően felmerülnek bizonyos összeférhetetlenségi okok a személyekkel kapcsolatban. Ezek nem jogi, hanem leginkább hivatás etikai összeférhetetlenségi okok, ugyanis 2 olyan szakember lett felkérve ebbe a bizottságba, akik érintettek, mind az intézmény, mind a személyemet tekintve. És sajnálatos módon nem pozitív, hanem úgy tűnik, hogy negatív értelemben. Az egyik Drahos Béla, aki 18 éven keresztül vezette ezt a zenekart, és nyilvánvalóan kifejezte azt a nem tetszését, hogy ő ebből a pozícióból, hát mondjuk így, hogy ő úgy éli hogy távozni kényszerült, de hát ez az ő saját döntése volt, mi megtettünk mindent annak érdekében, hogy együttműködjünk. Úgy látszik, hogy számára az együttműködés nem volt megfelelő, éppen ezért távozott 2017-ben. Most viszont visszatért ilyen formában, és én azt gondolom, hogy nem teljesen korrekt delegálása volt ez az ő személyének. Másik szakember pedig Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar igazgatója, aki ugye korábban én 10 éven keresztül ennek a zenekarnak a tagja voltam, és ott azt is tudni kell, hogy a művészeti tanács és az üzemi tanács tagjaként nyilván a tagság érdek képviseletét is elláttam. Ennek megfelelően bizonyos pontokon feladatom volt az, hogy képviseljem a tagság érdekét adott esetben a munkáltatóval szemben, tehát itt is volt egy ilyenfajta érintettség. Amit fontosnak tartok... Mi volt az érv, bocsánat? Tehát ez nyilvánvaló, hogy ezt írásban is megkaptad, a döntés hátterét. Tehát most a döntés hátteréről beszéltünk, de milyen érvrendszer mentén? Igen, köszönöm a kérdést. Az a történetben az igazság, hogy a mai napig egyetlen olyan okot nem mondott senki sem, ami ezt a döntést indokolná. Tehát nem ismerek sem a zenekari tagság a munkavállalók részéről, sem a szakmai bizottság részéről egyetlen olyan okot sem, ami ezt a döntést indokolná. Most is azt kell érteni, hogy én ennek az eredménynek az ismeretében visszavontam a pályázatomat, ezt azért tettem, mert végig gondolva a folytatást, én azt gondolom, hogy egy szakmai felhatalmazás nélkül belevágni egy új ciklusba, az még egy normál időszakban is egy veszélyes játék. De most jelen pillanatban, amikor egyre mélyülő gazdasági válság elé nézünk, akkor, amikor ez a támogatási rendszer
nem biztos, hogy bírni fogja a korábbi évek tempóját, és anyagi szűkösséggel kell majd szembenéznünk a következő időszakban, akkor rendkívül fontos, hogy a vezető az erős felhatalmazással bírjon. Én ezt nem tudtam, ennek hiányában úgy éreztem, felelőtlenség lenne belemenni a következő ciklusba. Ne feledjük, hogy 2018 végére ugye már 330 millió forint volt a zenekar büdzséje, tehát ez egyik oldalról rendkívül fontos. Másrészt művészeti szempontból ugye itt van a Filharmónia vérlet sorozat, a partitúra, a Farkas Ferenc, a Somorjai, a Harmonia Albensis, mind-mind meg annyi felkészült és tiszta viszonyok között működő zenekart igényel. Beleértve azokat is, hogy ugye az igazgató feladata, hogy szerződtesse azokat a vendégkarmestereket, vendégeket, akik esztendőről esztendőre részt vesznek ezekben a műsorokban. Hogyan tovább? Hiszen itt most ez egy exex helyzet. Igen. Ez egy circulus vitiosus, ahogy tetszik, egy hibás kör. Mert hogy vezető, első számú vezető nélkül a zenekar most függetlenül attól, hogy koronavírus járvány van, tehát azért megállt az élet egy kicsit, ha úgy tetszik, de előbb-utóbb el kell, hogy induljon, és ráadásul ezekre az elindulásra pedig fel kell készülni, ami nem egy-két nap. Igen, a folytatás az, hogy az önkormányzat kiírja újra az igazgatói pályázatot. Ez valószínűleg már a jövő héten meg fog jelenni, és ismét 30 nap beadási határidővel lehet jelentkezni, várják a pályázókat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy idei évben ez lefuttatható még egy következő pályázati pályáztatás. Mielőtt megkérdezném, hogy pályázol-e, azt kérdezzem meg, hogy azért én személy szerint tapasztalom, hogy jó híre van az Alba Regia Szimfonikus Zenekarnak, és korántsem véletlen ez. Tehát ennek tükrében én azt gondolom, hogy azt a munkát, amit el lehetett végezni, azt elvégeztétek. Olyan szintű és minőségű előadásokkal gazdagítottátok a klasszikus zene rajongókat, amely azt gondolom, hogy az elmúlt időszakhoz mérten példátlan. Ha csak a felsorolt különböző hangversenybérlet sorozatokat mondom, akkor ez bizonnyal mindenki tapasztalta, hiszen jószerivel valamennyi helyszínen ott voltunk és időben, és ráadásul a visszajelzések, tehát itt gondolok elsősorban a nagyszerű és kiváló karmesterekre, akik vendégek voltak itt, azokra a szólistákra, akik szintén, azokra a kamarakoncertekre, ahol szintén megjelentek, tehát itt elsősorban a templomi dinnyéség és az összes többi. Tehát az pozitív hangvételű volt minden egyes visszatekintés. Na most ennek tükrében pályázol a következőre, mert hogy ugye azt szoktuk meg, hogy Alba Regia Szimfonikus Zenekar, igazgató, ifjabb Major István. Mindenképpen azt gondolom, hogy az a teljesítmény, amit ez az intézmény, ez a zenekar az elmúlt 5 évben felmutatott, ez tiszteletet érdemel, és azt gondolom, hogy a várostól meg is kapja ezt a tiszteletet. A közönségünk száma folyamatosan növekszik. Hát most az idejévről ne beszéljünk ilyen szempontból, de ugye amíg normálisan tudtuk végezni a munkánkat. Azonban az, hogy egy intézmény meg egy zenekarnak a teljesítményét hogy értékeljük, az nem egyenesen arányos a vezető teljesítményének az értékelésével. Jelen pillanatban úgy gondolom, hogy az én munkámnak az értékelése az kérdőjeles. Ugye ezt nem nekem kell megtenni, hanem ezt az intézmény dolgozóinak, illetve a fenntartónak kell elsősorban eldöntenie, hogy értékeli ezt a munkát. Jelen állapot szerint és a jelen helyzetben én úgy gondolom, hogy én ezen a pályázaton már nem fogok indulni. Kedves nézőink, önöknek is mondom, hogy nyilván ennek a beszélgetésnek lesz folytatása, mert kell is, hiszen az Alba Regia Szimfonikus Zenekar kell Major Istvánnal természetesen az élen. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megtiszteltél és elmondtad mindezt. Köszönöm hát szépen. Én bizakodó vagyok, hogy fogjuk tudni folytatni ezt a beszélgetést. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Kedves nézőink, mi pedig egy könyvemutatóval folytatjuk.
Medvigy Endre szerkesztő és Baranyi Krisztina a kiadó társaságában Bóboris Zoltán mutatta be az olvasóknak Kádár Lajos a Doni halálbánya című kötetének második kiadását. A szerző visszaemlékezéseiben az első világháború poklát és a hadifogolytábor borzalmait mutatja be. A Vörösmarty Társaság és a Vörösmarty Könyvtár összefogásával, Bóboris Zoltán moderálásával mutatták be az olvasóknak Kádár Lajos a Doni halálbánya című kötetét. A szerző első világháborús naplója először 1936-ban jelent meg az Athénaeum kiadónál, Móricz Zsigmond erkölcsi támogatásával és Zilahi Lajos elismerő előszavával. Az utóbbi évtizedekben megfelelő tájékozottsággal bírunk már a második magyar hadsereg és a második világháború utáni állapotokról. Rá kellett, hogy jöjjünk, hogy annak a rendkívül nagy mennyiségű visszaemlékezésnek, naplónak, ami megjelent itt a 80-as, 90-es évek fordulójától, annak volt egy nagy hiányossága. Az, hogy az első világháború utáni történéseket nem mutattuk be, és nem tudtunk kellőképpen róla, és nem tudtunk kellő ismereteket szerezni vagy átadni. És nagyon érdekes, hogy ez a Doni halálbánya című könyve Kádár Lajosnak a 30-as évek derekán jelent meg, meglehetősen viszontagságos körülmények között, és megdöbbentő módon az utóélete sem volt problémamentes. Nem is nagyon értem én, aki elolvastam ezt a könyvet, és azt hiszem, hogy a második világháború utáni háborús könyvek és hadifogoly visszaemlékezéseket nagyjából ismerem. Nagyon meglepett, hogy ezt a könyvet annak idején nem fedezte fel tulajdonképpen a közvélemény. Tehát ez egy fantasztikus kiadvány, egy magyar parasztbakának a visszaemlékezése. Minden benne van, amit egy hadifogói táborból, a szökésekből tudni kell és el lehet képzelni. Ez minden benne van. Itt a legnagyobb tragédiától kezdve a humoron át a fékezhetetlen bajtársiasság és hazafiságig. Tehát azt hiszem, hogy tényleg nyugodtan mondhatjuk, hogy egy nagyszerű kiadvány, nem akarom azt mondani, hogy szenzációs könyv, de hát legszívesebben azt mondanám, mert tényleg az. És nagyon hálás vagyok Medvigy Endrének és Baranyi Krisztinának, a kiadó vezetőjének, hogy ezt a könyvet újra felválták és kiadják. Medvigy Endre irodalomkutató, aki szerkesztőként jegyzi a kötetet, kiemelte, hogy az első könyves szerző műve hiányt pótol, mert az első világháborús visszatekintések naplók szerzői kivétel nélkül a polgárságból, a középosztályból kerültek ki. Kádár Lajos harctéri naplójának megjelenéséig nem volt könyv, amely a világégést alulnézetből, a szegény paraszt bakák szemszögéből ábrázolta volna. Csoda egyáltalán, hogy napvilágot látott, mert korábban a szerző nem igazán írt semmit, tehát ez az első könyve, és az akkori szellemi élet első vonalából jelentős szerzők, Zilahi Lajos és Móricz Zsigmond segített neki, hogy ez a könyv nyilvánosságot kapjon, az Athénaeumnál jelent meg, és a bevezető tanulmányt Zilahi Lajos írta, aki elmondja többek között, hogy ő egy hatalmas nagy könyvet szerkesztett a hadifogoly létről, az első világháborúsról, de csupa polgár, csupa úriember volt, aki visszaemlékezett, többnyire tiszti rangban, vagy esetleg tisztesek, de nagy szó ugyan, de maga a nép, tehát a parasság, az a könyv szerkesztése idején nem jelent meg egyáltalán, és óriási felfedezés volt Zilahi Lajos számára, hogy ilyen mű mégiscsak van. Móricz Zsigmond ugyanezen a véleményen volt, két alkalommal írt Kádár Lajosról, az első az áttörhetetlen közeg, tehát egy kicsit általánosabban közelítette meg a témát, hogy aki egyszer Magyarországon az alsó rétegekbe született bele, mondjuk a parasságba, annak szinte
lehetetlen felemelkedni az irodalomba, és íma csoda megtörtént, bár tegyük hozzá, hogy nem egyedül Kádár Lajos vonatkozásában, hiszen csoportos jelentkezésről van szó, a népi írók mozgalmáról. Az Időjel kiadó gondozásában megjelent kötet nem csak szociológiai, társadalomtudományi szempontból fontos, mint a magyar múlt elveszett, így meg nem ismerhető része, hanem mint irodalom is elsőrangú. Az az érdekessége ennek a történetnek, hogy az Időjel kiadó tulajdonképpen egy másfél éve induló kiadó, 2008-ban indult. Tehát tulajdonképpen keresi azokat a témákat, amik abba a koncepciójába illenek bele, amik az első, második, főleg az első világháború, a gulág, a kommunizmus áldozatai, ezekkel kapcsolatos monográfiák, esszék, írásoknak a kiadása a fő tevékenységi köre, de természetesen néprajz és szociográfia, szociológia is. És kapcsolatban voltam már elég régóta a Medvigy Endrével, és sarkalt tulajdonképpen arra szerkesztőként, hogy ezt a könyvet érdemes lenne újra kiadni, mert hogy igen régen jelent meg. És Móricz Zsigmond is 36-ban is két cikkében is írt a Vasárnapi Újságban. Móricz Zsigmond az 1936. december 6-án a Pesti Naplóban megjelent a Magyar Hadifogoly című recenziójában erősítette meg a napló értékét és egyediségét. A tömérdek szellemi foglalkozású ember vallomása után megjelenik itt egy tőzsgyökeres parasztbaka, 800 ezer földmíves magyar szenvedett a hadifogságban, és ez a fiú egymaga közli a típust, írja ajánlásában a nagyíró. Előre menekül a Vörösmarty Színház, a Fehérvári Teátrum a múlt héten, mint tudjuk, bezárt, és szeptember végéig minden előadást törölni kellett, miután koronavírus fertőzést találtak a munkatársak között. Szikora János direktor elmondása szerint a társulat 8 tagja beteg, ezért nem tudnak nagyobb darabokat előadni. Ugyanakkor jó hír, hogy mégis lesz előadás októberben, jelesül október 10-én, mégpedig egy vígjáték, Bagó Bertalan rendezésében a Boeing kerül színre. Mik a tervek szeptemberig, ha jól tudom, nem lesz semmi, utána mi várható? Bízom abban, hogy nagyon hamar felépülnek azok a színészek, akik most betegek, szám szerint 80 vannak. 8 színész egy 30 fős társulatban, az tulajdonképpen azt eredményezi, hogy szinte alig van olyan darab, amit nélkülük a színpadra tudnánk állítani. De szerencsére mégis van, tehát a mi menekülési útvonalunk az, hogy gyorsan előre hoztunk egy vígjátékot, amit eredetileg decemberben mutattunk volna be, és hál' Istennek ez a 8 színész, aki azt játszhatja, az fertőzésmentes. Így aztán ennek a vígjátéknak a próbái kezdődnek el a jövő héten, és bemutatjuk reményeink szerint október 1-én, ha addig egyik sem lesz újra beteg. Bízunk benne, hogy ez alatt az idő alatt a többiek fölépülnek, és akkor folytatódik az Ember tragédiája 2 befejező próbaidőszaka, aztán a Trianon és az a szép fényes napnak a felújítása. Milyen biztonsági óvintézkedések mellett zajlanak a próbák? Hát először is fertőtlenítettük az épületet, ez szinte már egy alapkérdés, de azért hadd tegyem azt hozzá, hogy talán az átlagnál nagyobb mértékben történik ez a Vörösmarty Színházban. Nem csak ózonfertőtlenítésre gondolok, ami a légteret sterilizálja, hanem ezüstkoloid permetezést is használunk, ami a felületekre tapadva legalább jó néhány napos biztonságot ad. Ez nagyon szerencsésnek bizonyul. Bízunk abban, hogy így a nézőtéri székek permetezve a bútorok, a ruhatár, az előcsarnok mind-mind fogadóképessé teszik majd az épületet, ahova egyébként készfertőtlenítés és hőmérőzés után lehet bejutni. Felhívjuk a figyelmét a nézőknek a másfél méteres távolság betartására, és a maszk használata kötelező a nézőtéren is, és kint az előcsarnokban is.
Sokáig bizonytalan voltam, hogy meghozzam ezt a lépést, ajánljam-e a maszkviselését vagy sem, de látva a járvány robbanásszerű terjedését, úgy gondolom, hogy ez, itt most nincs helye a latolgatásnak, itt keményen ezt kötelezővé kell tenni. Legfeljebb, ha valaki azt mondja, hogy hát nekem nincs kedvem maszkba üldögélni másfél órát, akkor ő inkább maradjon otthon és ne jöjjön el. Nekem is most ugye képletesen itt van a maszk, de ez csak jelezni szeretném, hogy bármilyen olyan szituációban, ahol közelebb kerülünk egymáshoz, vagy beltérben, ez a maszk azonnal a helyére kerül, és erre a példára, ennek a példának a követésére buzdítok egyébként mindenkit. Tegyük fel, összejön az október 1-i bemutató, akkor ez milyen házat jelent, ugye a másfél méteres távolság, mit jelent a nézőszám tekintetében? A másfél méteres távolság ott azt ilyen fertőtlenítés és maszk használat mellett nem tartom indokoltnak, és kötelező erővel sincs elő, tehát nem született olyan direktíva, hogy székeket kihagyva kell előadásokat tartani. Ettől függetlenül Magyarországon vannak, akik így tartanak előadást, vannak, akik nem. Én azok közé tartozom majd, akik ezt nem fogják betartani, tehát egymás mellett ülnek az emberek. Mondom ezt most. És nem garantálom, hogy egy nap múlva ugyanezt fogom mondani, ezt azért hozzáteszem, de minden esetre most jelenállás szerint a Vörösmarty Színház nézőtere, ha tele lesz, akkor tényleg tele lesz, és nem fog híjas. De elképzelhető egy olyan helyzet, az élet produkálhatja ezt, amikor bizony egy néző, egy szék, egy üres szék, egy néző, egy üres szék. Igen, ez is elképzelhető. De hát most olyan napokat élünk, hogy minden órában történhet valami, és minden órában át kell gondolnunk a következő nap cselekvéseit. Utolsó kérdés, hogy melyik vígjátékról van szó? Ez a Boeing Boeing. Az a címe Boeing Boeing, avagy Leszállás Párizsban. Egy komédia, adva van egy fiatalember, és van három olyan szeretője, akik egy közül egyik sem tud a másikról, de hát könnyű is, hiszen ők stewardessek. Más az időbeosztásuk. Tehát mások a járatok, tehát könnyű koordinálni ezt a három hölgyet, kivéve amikor gáz van, és leállítják a repülőforgalmat, és egyszerre beállít mind a három. Na, ebből jön a galiba. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!